kettő hetente vagyunk rendszerint élő TV rádiódásban. Plusz azok a rendezvények, mint például most ez a mostan is, a Cinkefészek Fesztivál, egy tavaszváró, húsvétváró fesztivál, amit most itt ünnepélyesen, hamarosan rögtön meg is nyitunk, és elfoglaljuk az Orió házat, a Pécs Kómolyút 94-98-as épületét, itt, ahol a város szívében, nekünk a város szívében, mert nekünk ez a keleti városrész, Pécs város szíve. Nagyon-nagyon köszöntök mindenkit nagy szeretettel, akik eljöttetek ide és eljöttek ide az Orió házba, hogy megajándékozzatok bennünket a tudásotokkal, az alkotásaitokkal, mert egyelőre javarészt még csak alkotók ülnek itt, természetesen van közönség is szép számmal, és hát mindenki valami értéket próbált majd eletenni az asztalra, és le is fog tenni. Én Bartolomi Zoltán vagyok, a Cinke Program művészeti vezetője. Mielőtt a kiállításokra és a fesztiválra rátérnék, egy pár mondatban azért szólnék egy-két szót. Ugye, hogy miért is van szükség a fesztiválokra, az irodalmi esteken, a kiállításokon és hasonló programokon kívül? A fesztivál talán mindig egy picit több, mint azok a kétheti összejövetelek, amikor interaktív módon, közösség bekapcsolásával verseket, prózákat olvasunk föl. Zenélgetünk ugye több zenész alkotó jóvoltából, Akashi Band jóvoltából, ezt most azért merem így kijelenteni, ugye, hiszen ővelük zárjuk majd holnap este a programot az ő nagyszabású koncertjükkel. Tehát mégiscsak ez a fesztivál annyival több a többitől, hogy talán egy picit ünnepélyesebb. Persze nem kell olyan nagy zengzetes szavakat használni arra, hogy mégis mi lehet az az. A többet mindenkinek magába kell, hogy érezze. Valószínű, hogy az a többség, ami bennünk rejlik, azért ezt ki fog mutatkozni azokban a két hetekben is, amikor nem a fesztiválról beszélünk, nem a karácsonyról beszélünk, a húsvétról, nem a könyvátható ünnepélyekről. Bár nagyon sok könyvünk van, ami ma szép számmal kezd megjelenni, és ebből is majd egy bővebb ízelítőt mutatunk be, és láthatnak a hallgatóknak, meg hát természetesen elmondjuk, hogy nagyjából mik is ezek. Vonalban van velünk Széke Imre, a Cinke nagykövete Kanadából, Vancouverből, Victoria városából, aki hamarosan ünnepélyesen meg fogja nyitni ezt a fesztivált. De mielőtt még ez a fesztivál megnyitásra kerül, és elmondom még a programokat, felkérem ifjabb Kisvarva István, hogy az Origóház nevében és a Picinkék nevében mondjon néhány szép szót annak érdekében, hogy összejöttünk. Hát, ilyenkor az ember ritka jut szavakhoz, amikor ő ennyi költője összegyűlik. Na szóval a Picinkék nevében azt szeretném mondani, hogy megpróbálunk egy pár dologgal még egy pár dolgot bemutatni a legókból, úgyhogy nem csak azok a fajtákból. Meg alapból én még úgy tudom, hogy holnap lesz egy pár program is. Ugyebár. Lesz program, igen, köszönjük szépen. Azt hittem egy kicsit bővebben azért kifejted a fesztiválra való részvételünket itt. Bővebben egy ilyen fesztivál egy embernek ritkán adódik meg életébe, és elég nagy eseménynek minősül. Akit talán ismeri, ugye ifjabb Kisvarga István tudhatja, hogy rendszeresen velünk van most már. Mondhatni, hogy két hetente ott van fönt a kis Cinkefészkünkben, és bizony-bizony elkezdett alkotni saját verseit is már fölolvassa rendre, és mások költeményeit is. Különösen nagy kedvencei vannak, mint Péter Erika a versei, azokat nagyon kedveli, amiket ugye szoktam hallani tőle. És azt hiszem, hogy nem árul kell nagy titkot, de az itt ülőknek talán még újdonság, hogy elindult egy szavaló versenyen, ahol egy második díjat is begyűjtött. Tehát azt hiszem, hogy egy kisebb tapsot azért megérdemel. Hát én ezt a második helyzetet annak köszönhetem, hogy ide följárult Cinkére, és a nagyobbaktól tanulok. Már megérte. Úgyhogy inkább nekem kéne tapsolnom.
A háttérben, hogy itt halljuk nevetgélni Széke Imre Kanadában élő művészt, aki ugye a linometszet monotípia és a papírmetszet nagy-nagy mestere. Ugye a mi barátságunk egy különleges barátságnak indult, hiszen először az interneten találkoztunk össze, és próbálgattuk felismerni a másikban azt az embert, aki mi magunk vagyunk. Azt hiszem, hogy olyan jól sikerült, hogy 2010-ben meghívásomra ideérkezett Pécsre az EKF kiállításaira, és elhozta hozzánk azokat az alkotásait, amivel mondjuk azt, hogy kisöpörte a műhelyét, az alkotó műhelyét, és most is jelen pillanatban is ezekből a képekből egy tárlat van itt a recepció mellett, ugye a recepció melletti falon, tehát ezt bárki megláthatja. És hát ezek a képekből eljutott sok helyre. Ezekből a képekből eljutott a Városházára, eljutott a Tudásközpontba, eljutott a Székesegyházba, azt hiszem, hogy talán még a 400 ágyas klinikára is eljutott. Egy csomó jó, olyan jó helyre eljutott, ahol azért egyrészt reklámozni lehetett magát a címkeprogramot egy kicsit, hogy fölfuttassuk, és hát nem is kellett hirtelen jobb művész hozzá, mint Széke Imre barátunk. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek téged, mint az egyetlen címke nagykövetünket jelenleg. Örülök, hogy fölvállaltad azt a munkát, hogy hírünket viszed a nagyvilágban, és nagyon-nagyon köszönjük neked, hálásak vagyunk, hiszen te a ismerettséged által a világ magyarságát szólítod meg, azért is, mert hogy bekerültél egy olyan körben, aminek az egyik vezetője lettél, és ezáltal nem csak most már ugye bő hazádban, mondhatom így, mert ugye egyrészt Magyarország és hát Kanada is most már a hazád, hanem hát a másfelé, a nagyvilágban is ugye hírünket viszed. És természetesen ez oda-vissza működve kölcsönös kapcsolat alakult ki. Tehát nagy-nagy szeretettel köszöntelek, megkérlek, hogy néhány szóban foglald össze az állásodat, és nyissad meg a fesztivált. Nagyon köszönöm a bevezető szavakat, és szeretettel köszöntök mindenkit innen Kanada nyugati feléből. Hát a távolság az elég nagy közöttünk, mert 12 000 kilométerre vagyunk egymástól, de ez nem akadályozza meg egyáltalán azt, hogy a béke és a barátság, és főleg a kultúra és a művészet jegyében üdvözöljük egymást. És ez az egész úgy indult, mint ahogy a Bartalovics Zoli mondta, hogy felkértek a Kisvarga István barátommal együtt, hogy nyissam meg ezt a fesztivált, amelynek most örömmel eleget teszek. És a kulturális dolgok azok minden időben és minden társadalmi formában azok nagyon fontosak a kultúra és a művészet megőrzése. Ez az azonos érdeklődésű embereknek egy oázist, egy kis szigetet jelent, egy olyan környezetben, ahol tulajdonképpen minden nap meg kell vívni a harcunkat a szalamandrákkal. Tehát azt hiszem, ez szép érti mindenki, mire mondom. Sokan vannak, akik ugye nem szeretik a művészet, de mi ahhoz a csoporthoz tartozunk, akik szeretjük, sőt, alkotók vagyunk, és hát természetesen köszöntöm azokat, akik a nézőink, a látogatóink és a közönséget is. Örülök nagyon annak, hogy megint egy újabb művészeti programnak lehetek a résztvevője, és itt Pécsen, ami egyébként egy világhírű város, mert nagyon sok emberrel beszélgettem, sokat hallottak Pécsről, és a kultúra az meg különösen egy nagyon fontos területe a városnak. És a címke csoport pedig most már ugye egyre jobban bővül, tágul, egyre jobban látjuk azt, hogy milyen kimagasló teljesítmények születnek a minden évben megjelenő antológik, és a könyvek, és a egyre nagyobb produkciók, egyre szebb versek, a művészeti alkotások, és én nagyon nagy örömmel, büszkeséggel hordom magammal a címke nagykövete célból kapott, illetve eredményeképpen kapott oklevelet, ami azért nincs most keretbe téve, mert azt mindig beteszem a táskámba, és mindig viszem magam, és mindig megmutatom mindenkinek, hogy nézzétek, ezt Európából kaptam, Magyarországról pontosabban. És
ez nagyon kedves emléket hoz, és most nagyon örülök annak, amikor Zoli mondta azt, hogy a képei mennyi helyre eljutottak még itt, amiket ott hagytam abból a célból, hogy vagy ha eladják, akkor az árában támogatom, szupportálom a csoportokat, aki ott van, az alkotókat, vagy ha nem, akkor ajándékozzák oda őket a képeket is. Ugye hát azóta is születtek új alkotásai, van egy új websájtot, éppen most készítünk a webdesignerrel együtt, ami hamarosan majd felkerül az internetre, és azon is megláthatóak a többiek, itt is részt veszek minden művészeti dolgokban, minden művészeti programokban, kiállításokban, saját stúdiómban tanítok esténként, legszépele. Na most azt szeretném mondani, hogy köszöntöm szeretettel újra az ott jelenlévőket, és azokat, akik később jönnek, és azokat, akik szintén így a neten keresztül hallgatnak és látnak minket, és nagyon-nagyon szurkolok az országért, és hogy a művészet és a kultúra még magasabbra emelkedjen, még masszívabb, erősebb fal és fal legyen körülöttünk ezáltal, és nagyon kimondottan újra büszke vagyok arra, hogy rám hárult az a feladat, hogy ezt a fesztivált megnyithatom, és gondolom, hogy ennek a fesztiválnak nagyon magas lesz a színvonala, mint mindennek, amit ugye a címkék rendeznek, és hát ilyen nagyszerű emberek közé büszkeség bekerülni nekem. És ezt nagyon szépen köszönöm, és most ezzel visszaadnám a szót a Artalovics Zoltán művészeti vezető úrnak, barátomnak. Köszönöm. Kedves Imre, nagyon szépen köszönöm, hogy hozzátok képest, ugye a hajnali órában fölkeltél, fölúsztad az órádat, és közénk jöttél. Közénk repültél, ugye, mint a cinke fővezére, mert hát azért mégiscsak ezek a kis madárkák, akik itt most csivitelünk, azért neked is csivitelünk. Úgyhogy remélem, hogy jól fogod magad érezni, kérlek, ha tudsz, maradj velünk ezen a két napon, kövess nyomon az eseményeket, valószínű ugye, hogy több esetben ez élő közvetítéssel fog történni, ahol esetleg nem tudjuk ezt megoldani, az felvételről fogják majd látni később, de nagy valószínűséggel bizonyos kisebb szünetekkel ezek a közvetítések élőbe fognak történni, úgyhogy senki nem marad le semmiről. Köszönöm szépen, hogy méltattad a cinke programunkat, és azt is, hogy rendre felválasz bennünket a nagyvilágban. Örülök neked, örülök a barátságodnak, köszönöm. Bármikor, nagyon szíves, állok rendelkezésre. Ha már ugye az a fesztivál hivatalosan meg van nyitva, akkor egy pár szóban meg szeretnék emlékezni azokról az emberekről, azokról az művészekről, alkotókról, akik már nem lehetnek köztünk. Szerencsére ez a szám még nem túl magas, bár az egy is már túl magas ahhoz, hogy beszélni kell róla. Talán emlékeznek rá, korábban, még 2009-ben közénk jött Balogh János Budapestről. Ő csak egyszer úgy hívta magát, hogy a drótász. Olyan zseniális képeket alkotott egy egyszerű dróthuzalból, hogy egyetlen egy huzalból, elvágás nélkül olyan képeket hozott létre, hogy amikor ezt ő lehajtogatta kézben, és rányomta egy felületre a háromdimenziós képet, rögtön, ahogy megalkotta, azonnal föl lehetett ismerni azt a híres színészt, vagy azt az alakot, azt az épületegyüttest, amit ő ebből lehajtogatott. Balogh Jánosnak itt volt kiállítás megnyitója az Origóházban. Nagy-nagy szerencsémre én mehettem föl hozzá Budapestre a lakására, én hoztam le őt is és az alkotásait, és én is vittem vissza ezeket a képeket, amiből sajnos ugye most itt nincsen, itt jelen pillanatban itt az Origóházban nem tudok bemutatni bele, sajnos hirtelen egy darabot sem. Akik viszont akkor velünk voltak és látták ezeket a képeket, sőt ugye, mint kiderült, hát az a kiállítás azért itt járt össze-vissza itt körbe itt a vidéken, többek között Komón is ott lehettem, ahol már sajnos ő már nem élt, és a felesége és a gyereke, a lányai nyitották ott meg az ottani kiállítást. Tehát ugye ahhoz, hogy hogyan is tudnánk róla beszélni, úgy méltatni, hogy megértsék,
nagyjából, hogy ki is lehetett ő. Erre most felkérem Fuchs Izabellát, aki pécsi költő, író, hogy pár mondatban beszéljen róla. Megkérlek, hogy ki tudsz ide jönni, de kihúzok neked egy széket. Mert ezt a veszteséget muszáj, hogy mindenki átélje és megérezze. Holnapot kívánok, mindenkit szeretettel üdvözlök, a régi ismerőseket és az újakat is. 4-5 éve nem voltam itt kint, most a Judit és a Zoli meghívására eljöttem. Ezt a kis esszét akkor írtam, amikor vártuk ide Balogh János barátomat a kiállításával együtt. Ha szólt volna a Zoli, hoztam volna a képet, mert nekem otthon a lakásom falán van Balogh János részfotografika. Hallgassátok szeretettel! A drótász Balogh János. Kisiskolás koromat idéző játék, áldott jó rajztanárnő módszere, fogd a kezedbe a grafitceruzát és rajzolj valamit úgy, hogy közben nem emeled föl a papírról egyszer sem, mondta Juli néni. Ákom-bákomok lettek, de volt közöttük néhány egészen jól sikerült rajz. Miről jutott eszembe ez a cirka 50 évvel ezelőtti játék? Elárulom. Valami különleges, egyedi, frappáns ötletet valósított meg egy magyar ember, drótász, ahogy néhány barát nevezi Balogh János grafikust. Őt szeretném bemutatni. Már fiatal korában kedvenc időtöltése volt a rajzolás, szobrászkodás, foglalkozott grafikával, karikatúra rajzolással, fafaragással és amatőr bábosok részére bábkészítéssel is. Iskolai tanulmányai mellett a MÁV, a Vasas, a Dési Huber képzőművészköröket és az Iparművészeti Iskola esti rajztanfolyamát látogatta. Főleg magánúton tanult rajzolni, Tapolcsányi Boldizsár, csömöri festőművész értő segítségével. Akkoriban a művészi pálya helyett mégis megélhetési szakmát kellett választania. A Szerszám gépipari technikum elvégzése után pályakezdőként, gépipari cégnél, gépmunkásként, később termelésirányítóként, műszaki technológusként, szerszám és célgép tervezőként, majd vállalati szervezési vezetőként dolgozott. Rajzolási adottságait másodállásban a Magyar Rádió nyomdájánál hasznosította, ahol 16 évig könyvborítókat tervezett, könyv illusztrációkat, plakátokat készített, és nyomdai alkalmazott grafikai előkészítést végzett. Nyugdíj előtti éveiben a Főegyházmegyei Hivatal budavári érseki palotájában rekonstrukciós beruházási és belső építészi munkákat koordinált, épületgondnokságot irányított 1995-ig. Nyugdíjazás után nyílt csak lehetősége szunnyadó művészi érdeklődésének kibontakoztatására. Ekkor alakította ki a részhúzallal való rajzolást, az úgynevezett részhúzal formációs grafikát, gród grafikát vagy részgrafikát. E képi alkotásaival barátai és ismerősei bátorítására 2002-ben lépett először a nyilvánosság elé. A Magyarok Világszövetsége házában festőművészekkel közösen rendezett kiállításon. Azóta folyamatosan több felkerésnek és meghívásnak is eleget tett, rajztanulmányokat, portrékat, plakátokat, kollázsokat, tájrajzokat, karikatúrákat, könyvborítókat, faszobrokat, részdrót sík és térplasztikákat, úgynevezett formációs drótgrafikát mutatott be. Mi is az a részgrafika? A grafikával továbbra is erős kölcsönhatásban lévő, annak műfaji sajátosságait képviselő, de a részhúzal által sajátos jegyekkel bíró új képzőművészeti ág. Finom művészi átmenet a grafika és új törekvés harmóniája. A kortárs művészet legújabb törekvése, mondhatjuk, a rész reneszánza. A rezet nagyon régen használják műalkotások alapanyagaként, gondoljunk csak a részmetszetekre, vagy ötvözőként a bronzszobrokra. Balogh János egy új önkifejezési módot valósított meg, valahol az iparművészet és képzőművészet határán. Már elsajátítva a grafika, fafaragás, a szobrászat alapelemei tovább lépett.
feltette magának a kérdést, mi lenne, ha a vonalak fényesek lennének. A játék komolyá vált, kiválasztotta az ideális alapanyagot és munkához látott. Különös, hogy a drótnak, azaz részhuzalnak vége van, és szép is a szimbolikus ábránt erről. Ez a jellegzetes Balog Jánosi szimbolika, amit csak is ő álmodhatott meg, a rájellemző egyedi módon játékosra jeleníti meg megálmodott világát. Egyaránt használt vörös és sárga rezet, az elektromos iparban járatos átlátszó lakréteggel, zöld színű patina, azaz oxidréteg keletkezne nélküle, védett huzal formájában. A részhuzal alapvetően korlátozott vonalanyag, nincs tónusa, mélysége, árnyéka. A képi megjelenése mégis felkelti a szemlélő figyelmét. Sejemfényű csillagása különös, kellemes és izgalmas ígéretekkel vezeti végig a szemet a vonal ívelésén. Szolid csillagása kompenzálja a tónus hiányát, megerősítheti a mű mondani valóját. Érdekes, egyéni hatást lehet elérni vele. Ez az első magyar, talán világon egyedülálló egyéni részgrafika az alkotónak, Balog Jánosnak sikerült. Elolvasta Sótra Elemér pécsi egyetemi tanár, plakettművész a Rajz tanítása című tankönyvében azt a néhány sor, hogy vonalnál lehet drótot is alkalmazni. Miért ne? Már sokan alkottak a dróttal és részhuzallal, alkotások kiegészítésénél, kollázsoknál használták. De vonalrajztílusban, ezen a módon, ahogy János teszi, sem ő, sem én még nem találkoztunk vele. A művész alkot bonyolult és egyszerű vonalvezetésű képeket is, a legjobbak azok, amelyeket egyetlen szálból mindenfajta megszakítás nélkül alakít ki. Háttérként használ különböző színű textilt, francia bársonyt, filcet, szövetet, fát, kerámiát, követ. A rész mindenen jól mutat. Készít képeket és térplasztikákat. 5 méter húzal esetében például a munka közepén a fele rajz már készen van. Vigyázni kell, hogy a hajlított rész már ne sérüljön meg. A másik fele még egyenes, vigyázni kell, nehogy még hajlítás előtt sérüljön, deformáljon a hátra levő rész. És ebben a drótgombolyagban legbelül ott a művész, aki értő és érző kezei által fejezi ki gondolatait, érzéseit, megálmodott vágyait. Önkifejezés mesteri fokon. Minden egyes gombolyag engedelmessé válik az ő kezei által, megmutatja a művész lelkét. Új művészet, művészi ág született, valódi hungarikum. A művész fontos dolgot tanít, azt, hogy a mű ott lapul a közelünkben, szerszámaink, eszközeink, mindennapos használati tárgyaink között. Csak meg kell találni. Hazánk számtalan városában és külföldön, például Stuttgartban 2002 óta körülbelül 90 kiállítása volt, 2008-ban volt először Pécsett az Apáczai Nevelési és Műlés Zsász galériában kiállítása. Én akkor ismertem meg személyesen őt és lenyűgöző alkotásait, időközben mi barátok voltunk. Kérésemre csatlakozott a pécsi Origóházhoz, bemutattam Zolinak, és a többit már tudjátok. Köszönöm szépen Fuchs Izabellának. A rádióhallgatók talán így érezhették azt, hogy kép nélkül is hogyan lehet bemutatni azt a képet, amit jelenleg nem látunk, mert hát Balog János úgy alkotott, ahogy talán senki nem tud. Következő elhunytunk, hogy a kronológiát betartsam, Szűcs István Kiszongorból. Ő egy olyan különleges ember volt, aki nem csak az ecsetet használta gyönyörűen, és olyan képeket festett, alkotott, hogy csodájára jártak, hanem bizony a tollal is nagyon jól bánt. Ugyanis zseniális verseket írt. Többek között a saját halálát is megírta versben. Azok, akik a honlapunkon olvasnak és ellátogatnak erre a felületre, bizonyosan találkozhattak vele, sok több esetben is. Egyrészt, mert ugye van egy olyan felület, ahol véletlenszerűen minden egyes kattintásra egy 10 alkotótól bejönnek rendre a régi archívumból művek,
és itt azért mindig megtalálható, vagy hát természetesen rá lehet keresni is ezekre a művekre. Azért, hogy most ezt megérezhessék, hogy Szűcs István milyen alkotó volt, és mennyire tisztelte itt a címke programot. Ő az az ember, aki ugyancsak 2008-ban az LK felvezető éveiben lehetőséget kapott, hogy a címke program arra, hogy a Pécsi Széchenyi téren, a Csészenyi tér teremben és a Mária utcai központban kiállításokat tartsunk, és bemutathassuk egy-egy irodalmi alkotónak a munkásságát. Minden nap a más-más munkássága kapott akkor helyet. Többek között itt a teremben is ülnek olyan alkotók, és ennek nagyon örülök, akik akkor is velünk voltak. Szűcs István is ott volt velünk, és Kis Zomborban szintén nekem volt szerencsém lemenni, elhozni ezeket a képeket, alkotásokat, és én is vittem őt haza ezeket a képeket egy hónapra rá, vagy azt hiszem talán két hónapra rá is, hiszen a Zorigó házba is utána bemutatásra kerültek. De hogy verseiből is érezzék, hogy kit veszítettünk, hallgassanak meg most két verset. Az egyiket Olasz Irintől, Hogyha volnék címmel. Szűcs István, hogyha volnék. Hogyha volnék égen csillag, azt akarnám rád ragyogjak. Ha lehetnék nyíló rózsa, az is kebleden virítana. Lehetnék bár kósza szellő, téged simogatva lengő, és ha lehetnék én a nap, ontanád rád aranyamat. Éjj vándorló holdvilág, édes álmokat hoznék rád. Lennék érted csengő dallam, hogy a lelked andalítsam. Azért jöttem a világra, szeressen engem kicsi lányka. És ugye említettem, hogy Szűcs István megírta a saját elmúlását. Ezt a verset megkérem, hogy Babosné Nagy Zsuzsanna, Zsuska olvassa föl Halottaink emléke címmel. Szűcs István, Halottaink emléke. Mert itt leszünk mi egykor, mint a hányan. Sírunk felett csak kósza szélzokok, a roskathantok töppet oldalában virág helyett csak száraz gazlobok. Ki elment, ott hagyván a húsmagányban törött lélekkel gyászló asszonyát, s egy fénykép van csupán a kis szobában, amely még őrzi régi hűlt nyomát. Ha este majd a mélykép nyári égen kigyúlnak sorban mind a csillagok, és föltekint párom, sóhajtva mélyen, mert tudja, köztük én is ott vagyok. Aztán a következő barátunk Kémindi József volt, aki elhunyt közülünk. Ő pécsi, itt a keleti városrészben tevékenykedett. Arról lehetett őt legjobban megismerni, ahogyan fotózott. Ugyanis ő több fotóklubnak is a tagja volt, és nagyon mélyen látta a világot. Mélységeket, magasságokat mutatott be olyan trükkökkel, amiket eleinte én nem értettem, talán még most sem igazán, bár akkor azért sok mindent föltárt a tudásából. Ebből három képet ide kitettem az egyik paravánra, melyet kérem, hogy a technikus kollégákat, hogy mutassa be azt a három képet, amit oda tettem. A mi érdekessége, egy pillanatra azért ide is jövök, tehát ugye, hogy hirtelen mit válasszak, ugye az első képen egy traktor táblázal a munkában. Az érdekessége, hogy a fekete-fehér motivumokat, képeket nagyon szerette, de hogy a színesben is nagyon otthon volt, a tavaszt is bemutatta. A tavaszban az az érdekessége, hogy bemutatta a virágot, de nem csak az, hogy egy virágot kapott le, hanem ahogy egy hangya pont még mielőtt befordulna a virágsziromba, ezt ő észrevette, és azt a pillanatot ugye ellencsevékre kapta. És ami számomra nagyon-nagyon gyönyörűséggel tölt el, hogy az a cím ennek a képnek, hogy kapaszkodó.
Tehát egy rózsafűzér markoló kéz, ahogy egy támlát fog. Tehát ugye ez sejtelmes is egyben titokzatos, és azt hiszem sokat mondom. Ez is fekete-fehér kép. Nagyon szerette egyébként a színes mellett a fekete-fehéret, mert annak is örülök, hogy elfogadta meghívásunkat Szabó E. Éva Budapestről, akit megismertünk ugye szintén 2008-ban a Széchenyi téren, a Csészenyi térteremben, és szintén elhozta a képeit, az alkotásait, bemutathattuk őt, megjelent ugye az antológiában is, és most viszont egy új oldalról mutatkozik be, mert hogy ékszereket készít. Én már megnéztem itt a vitrínben, hogy milyen ékszereket készít. Megkérném akkor Szabó Évát, hogy jöjjön ide az asztalhoz, de persze természetesen nem csak az ékszerekről beszéljen, hanem azokról a képekről, amiket itt vannak most ő mögötte, ugyanis ezeket a képeket ő készítette. Először szeretettel üdvözlök mindenkit, a régi ismerősöket, az újakat, meg a Facebookról is látunk itt egy kedves ismerőst, a Józsefet, úgyhogy őt szeretettel üdvözlöm, és örülök, hogy itt lehetek. Annyit szeretnék elmondani magamról, hogy ha valaki nem tudja, Budapesten élek. Nagymama vagyok, dolgozom még sajnos, és közben mindig a munka mellett alkotni próbálok, illetve szeretek mindig magamból adni valamit a környezetem számára. Festészettel 20 éve foglalkozom, most egy picikét azt úgy hanyagoltam, vagy nem is hanyagoltam, hanem volt oka annak, hogy most kevesebbet festettem, de az ékszerek azok mennek akkor is, hogyha az egészségem kevésbé engedi, mert ez az oka, hogy kevesebbet festek. És ebből úgy lett szerelem, hogy igazából én már korábban is készítettem ékszereket, egy munkahelyemről fél évre elmentem dolgozni valahová, és ott megtetszettek az ékszer készítéseket, mert ott saját fantáziám alapján csináltam gyurmaékszereket, majd újból visszamentem arra a munkahelyre, ami egy teljesen más polgári foglalkozásom van, és akkor elfelejtődött. Aztán váltottam egy nagyot, és elmentem egy kreatív üzletbe dolgozni, és úgy éreztem, hogy ez igazán közel áll hozzám, és akkor ott újból felillett a gyöngyszerelem, és hát majdnem azt lehet mondani, hogy minden este foglalkozom vele egy kicsit, mert egyszerűen szerelmes vagyok a gyöngyeimbe, és próbálok készíteni magamnak, ismerősöknek, és azért szép számmal így keresnek is, hogy megvegyenek, megvásároljanak tőlem ékszereket. És most azokat hoztam el bemutatni, ami jó részt, amit saját magam hordok, illetve párat hoztam, újakat is, amik nincsenek itt, mert nem tudtam kirakni. És akkor a képekből pedig, amit mondhatnék, hogy inkább absztrakt képeket szoktam festeni, de most ez egy olyan lazább korszakom, és akkor gondoltam, hogy most egy kis pár virágosabb elhozok, amit el tudok ide hozni. Ennyit szeretném mondani. Megkérem Károlyt, hogy kapcsolja ezt a mikrofont is, köszönöm szépen. Tehát ugye úgy ismertünk téged meg valóban, hogy ilyen absztrakt képeket hoztál. Igen. Ilyen fantázia képeket, általában a világűrre emlékeztető képeket hoztál. Az is. Tehát bennem ez nagyon mély nyomot hagyott, ez van meg bennem. Éppen most mondtam itt valakinek, hogy ott van egy kis kiadványod az ékszerek alatt, és mondtam, hogy hát nekem ez a képem ott virít a falamon. Tényleg? Igen. Elfelejtettem. Hát igen, ugyanis annyira örültek, hogy pont ezt a kiadványt hoztad el, ami kép nekem megvan. Igen, nagyon szépen köszönöm. És nem tudom, mennyire lehet ráközelíteni esetleg a kamerával arra a vitrínre, hogy mennyire lehet közel hozni, hogy lássák esetleg az internet előtt ülők, akik néznek bennünket, hogy milyen ékszerekről van szó. Én már korábban egy picit puskáztam és megnéztem őket. Bizony, vannak itt olyan ékszerek, amiket nem gondoltam volna, hogy ezt mondjuk kézzel így el lehet készíteni, mert annyira aprólékos, finom munkák, és olyan kis csavarok is vannak benne, hogy még a virágnak a szirma is kibontakozik pici gyöngyökből. Én
annyira nem is értettem hozzá, hogy itt megkérdeztem a hölgyeket, hogy hát ez hogyan készületett, és mondták, hogy igen, az úgy képzeljem, hogy mindegyik egy-egy picike darab gyöngy. Rögtön hát rengeteget tudnék róla beszélni egyébként. Hát, halljuk, csak, és nagy szeretettel. Hogyha én belefogok, akkor reggelig itt fogunk ülni, úgyhogy ezt nem szeretném. Az a lényege, hogy igazából ezekből a pici gyöngyökből szeretek nagyon dolgozni, mert ezekből azt lehet mondani, hogy mindent el lehet készíteni. Bármit. Kisállattól kezdve, kisházig, tojásig, bármiben lehet. Csak legyen türelmet hozzá. Hát, és ez kihívás is a számomra, és szeretek mindig. Nem mintáról dolgozom, tehát saját útfőből látok valahol valamit, és akkor utána menjek haza, és akkor nem pont az lesz, hanem valami más, mert akkor már beleszövöm az én fantáziámat is nyilván, az ízlés világomat. De viszont éppen ez az, hogy a türelem. Nálad ez nem jelenthet problémát, hiszen te korábban is ugye ecsettel bántál, és volt szerencsém ugye nálad is megfordulni, és bizony láttam ott is a lakáson belül, a falak tele volt a képekkel, és a nagyon-nagyon picit beavatta egy-egy kisebb titkokba, hogy hogyan készülnek a képeid. Akkor most elárulom, megfesti őket, már nagyjából ennyi, de ennek ellenére... Nem is már Igen. Tehát mondjuk azt, hogy nem egy ilyen Teddy Hengerrel készültek a képek, hanem már bizony olyan ecset garnitúra volt oda kitéve elém, amikről mondjuk nem is tudtam, hogy léteznek. Tehát a legkisebbtől a legnagyobbik, tehát olyan változatos. Hát, mint minden festő, nekem is sokféle eszköz van, illetve én az ecseteket azt nem annyira, illetve attól függ, hogy mit festek. Inkább a ujjammal. Az ujjammal és a spaklival, az ilyesmi voltak. De ami a kezembe akad, és én azt gondolom, hogy azzal valamilyen hatást el tudok érni, akkor azzal. Hát, a spakli ugye ez azért érdekes, festő. Nagyon sok festő használja a spaklit, és az ujját. Tehát ugye meghosszabbított ecset. Igen, tehát ezt már hallottam már valakitől egyszer. Akkor lehet, hogy én akkor úgy hallottam. Érzem, hogy mivel közvetlen kontakt van a festékkel, egyrészt jobban érzem magam, meg hogy a kezemben van minden mozdulat. Tehát ha még egy eszközt a kezembe veszek, nem biztos, hogy ugyanaz. Amit képeket most itt látunk hátad mögött, ezek milyen technikával készültek? Ezek kés technikások, mint ez meg a vegyes. Volt egy, azért készült egyébként ennyi virág, mert a Újpesti Művészeti Egyesületnek vagyok a tagja, és ott felkértek bennünket, hogy virágos kiállításra készítsük képeket. Aztán valamilyen oknál kifolyólag nem csak én, hanem egy másik festőn ismerősöm mondta, hogy hát nem lett végül belőle, és akkor így megmaradtak ezek a virágos képek, de ezek mindig jók arra, hogy ajándékozhatok belőle. Szabadon fogunk, azért, hogyha már így ilyeneket mondasz itt nekünk. Azért az ékszereket nagyon gyorsan leráztad. Tudom, nem, a képekről ugye beszéltünk sokat, még annak idején korábban. Nagyon szívesen választolok bárkinek, hogy úgy konkrétan kérdez, de tényleg úgy vagyok, hogy ha elkezdek mesélni róla, akkor belefolyok, és nagyon sokat tudok, mert hiszen ezen munkám is. Tehát hozzám a vásárlók, ha bejárnak, én nem csak adok nekik valamit el, hanem én igyekszem az ötleteimet, a tudásomat is átadni, és akkor elkezdek beszélni nekik, és akkor van, akivel fél óráig tudok beszélni egy dologról. Ez minket nem fog zavarba hozni, mert hogy úgy tudom, hogy ezeket az ékszereket te azért eladásra is szállod. Igen. Hát nem rossz megválni tőle. Mindet nem tudom feladni. Jó, de hát azért mégis, hát ennyit bíj belőle. De, van olyan, amit rossz. De nagyon, például nagyon szívesen ajándékozok is, és van olyan, hogy már nem is tudom, hogy kinél van. De olyan sokat készítek. Van kettő egyforma? Nincs. Nem készítek kettő egyformát. Tehát, hogyha én most felkérlek arra, hogy csinálj nekem két egyformát, akkor sem? Hát, megcsinálom, de szívesebben elmegyek másfelé. De nem, mint hogyha jegygyűrűt szeretnék csináltatni, ugye, mert azért általában az a két egyforma, legfeljebb méretkülönbséggel. De mint mondtam, ezek az ékszerek megvásárolhatók, tehát ha két napban valaki kedvet érez arra, hogy ezeket viselje és hordja, akkor forduljon a... Úgyhogy nálam vannak zacskóban még, mert nagyon sokat hoztam. Tehát a lényeg az, hogy akkor keressék fel Szabolcs Évát itt a két napban, és beszélgessenek vele bátran az ékszerekről. Ja, és férsz ékszereket is szoktam.
Ifjabb kismarvistáim már mondta, hogy tehát valószínű, hogy akkor már ez biztos, hogy le fogja nyűgözni és érdekelni fogja, mert jobb korán elkezdeni, mint soha, szokták mondani, és akkor valószínű, hogy ő már azért felég szerezné magát. Ami a néni nyakámmal, azt is maga csinálta? Igen, én csináltam. Mindig meg kell néznem, mert soha nem tudom, hogy mi van rajtam éppen. Ezt is én csináltam, látod? Elég érdekes. És nagyon szívesen tanítok gyerekeket, mert szoktam foglalkozásokat is tartani az üzletben, és ilyen gyöngyös foglalkozásokat is a gyerekek. És mennyien kaphatók erre? Tessék? Mennyien kaphatók egy ilyesmire? Azt, hogy ő mennyien piszkognának, de elég jó munka. Hogy ő mennyi idő alatt lehet egy ilyen kis izét megcsinálni? Hát egy kicsit azt mondjuk gyerekek meg tudják csinálni egy fél óra alatt is egy egyszerű fűzést, de ami komplikáltabb azért, az lassabb. Elég nézni, ekkor gyöngyöket összekapcsolni. Hát ha megnézed ott a vitrínbe, ott vannak azok a nagyon pici gyöngyösök, az bizony van, hogy sok estén nekem is, amíg összefűzöm azokat az apró szemeket. Tehát türelemjáték. Én azt mondom, hogy erre lesz hónap lehetőség, mert ugye lesz itt egy gyereksarok, gyerekvára és mindenféle földi jó, mert hogy a picinkék is holnap be fognak mutatkozni, a legkisebb cinketagok, nekik lesz egy kiállítás itt a másik teremben. A Zorigóház komplexumon belül hát több helységet fogunk látogatni, amit nem sokára majd egy másik helyszínre vándorlunk, mert hogy hamarosan, azért közben elmondanék egy-két részletet is azért azoknak, akik esetleg a rádiót hallgatják az FM 87,8-en, vagy pedig még az internet előtt ülnek, de közelben laknak és talán el tudnak jönni. Tehát ugye mi is ez a fesztivál? A fesztiválnak ugye a lényege a tartalom. És ugye, mint látják, ugye éppen most Szabó Éva beszél ugye az ékszeréről és a festményeiről. De hamarosan Vörös Ferencné, aki csak úgy ismer, hogy Pécsi Babi festőművésznek a kiállítását fogjuk megnyitni fönt, a második emeleten a cinkefészek kis termünkben, a kis várunkban. Aztán ma egy érdekes klubfoglalkozással indul majd ez az egész program sorozat, azért, mert hogy ilyen még nem volt eddig. A cinke programnak az eddigi jól megszokott kétheti rádióadásait három részre bontottuk. Az egyik része az lesz, amit most Haraszti Gábor elindít, egy irodalmi műhely munkát a cinke program alkotóinak és hát a közönségeinek is. Méghozzá ki lehet vesézni egy verset, az egészséges életmódról lehet beszélgetni, egy csomó mindenről, amiről még én sem tudok, mert ez a számomra is meglepetés lesz. Ugyanis Haraszti Gábor, aki ennek a klubnak a házigazdája lesz, ötletadója lesz, ez majd ő részletesen mindenre ki fog térni. Ez lesz az egyik része. A másik része természetesen megmarad az a részleg, ami eddig is volt két hetente, amikor felolvassuk saját és mások műveit, amikor ugyanúgy, ahogy eddig bemutatkoztuk rádióba, televízióba, amiben mindig van kívánságműsor, ahol vannak rejtvények, nyeremények, tehát ugye sok minden jó dolog van. És lesz egy kimagasló színvonalú része is ennek a cinke programnak, ahol már bizony-bizony olyan felkért tagok fognak majd verseket szavalni, valószínű már nem élő adásban, hanem felvételről, ami szerte küldhető a nagyvilágban, mint valóban egy televíziós adás. Tehát mint egy kulturális televíziós adás, rendes díszlettel szépen felöltözve úgy, ahogy kell, tehát betanulva, versek már nem olvasva, tehát stb. Azért mondom, hogy az már egy nagyon magas nívó lesz. Tehát ennek az első lépcsőfokát fogjuk ma akkor itt elkövetni Haraszti Gábor jóvoltából, aki hamarosan majd megérkezik közénk. És aztán... Igen, tőlem még sok mindent szeretnék tudni, de valószínű, hogy ez egy személyesen beszélgetés lesz ott az ékszereknél. Tehát ahhoz, hogy ahhoz most ezt idehozzuk az ékszereidet is. Kérdezi. Biztos, hogy mindenkit érdekelni fog, különösen mondom a hölgyeket, biztosan, ha csak nem néhány urat is, aki meg szeretné lenni kedvesét
valamilyen ékszer csoda. De lehet, hogy itt a lányok között van más is, aki ékszerekkel foglalkozik, vagy gyöngyözik, és esetleg akkor tapasztalatcserére lehet. És hát, mint mondtam, holnap akár be lehet majd szállni ebbe a kreatív nagyon szívesen, és nagyon kevés gyöngyöt egy picike dobozkával hoztam magammal, tehát ha nagyon érdekel kislányokat, vagy mit tudom én, valakit meg tudom egy mutatni. Egy kisebb bemutatót lehet akkor tartani. Egy nagyon kicsi bemutatót, mert tényleg ezt, ezt megköszönjük. Ezt megköszönjük. Most nem készültem annyival, mivel vonattal jöttem, úgyhogy... Hát nagyon, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, annak, hogy ismét láthatjuk a képeidet. Nekem egy kicsit meglepetések a képek. Már is kineveztem két kedvencet magamnak, gyönyörűek. És örülök, hogy egy új oldaladról is megmutatkoztál. Mindjárt kettőről. Egyrészt, hogy az Afrakról átváltottál. Nem váltottam át. Ja, nem váltottál. Sőt, az, ez most csak mondom, ez most csak egy lazítás volt, hanem inkább most szeretnék majd egy kiállítási anyaggal készülni, tehát egy kicsit más formában, más témában, de mindenképpen mást szeretnék. De nem virágokat, nem tájképeket, ez csak most úgy. Sőt, ha jól emlékszem, bár ez most csak egy ilyen ad-hoc jelleggel hoznám föl, hogy annak idején még beszéltünk arról, hogy a Origo háznak az egyik falát te megfestenéd. Ugye? Jól emlékszem. Igen, aztán most akkor most be kell valljam, hogy igazából lebetegedtem nagyon, és én azért nem jelentkeztem, és nagyon örültem, hogy most meghívtatok, mert most jobban vagyok, és én nagyon szívesen megcsinálném, csak olyan stabil hely legyen, ahol meg tudok állni a lábamon. Majd építünk állást ide kívül a falakra. Mert létrán nem tudom sajnos állni, mert festettem ilyen falakat is, többek között áruházba, akkor így magán megrendelésből is festettem, tehát mesett figurákat is, ha úgy tetszik, vagy bármit. Csak hát nem tudok most már állni. Már saját falamat se tudom otthon festelni, úgyhogy rengeteget ülnöm kell meg. Viszont kölcsönösen akkor örülhetünk most annak a dolognak, hogy az Origo ház folyamatos felújítás alatt áll. Tehát akkor itt találunk olyan falfelületet, amit el lehet majd szépen kezdeni. Nagyon élvezni. Megyek jövőre nyugdíjba, és akkor ha a szállás biztosított, lejövök ide két hétre, és megcsinálom. A szállás biztosítva lesz, ezt már most garantálom, hiszen itt az első emleten hamarosan megnyílik majd a, az az apartman, ahol az ide látogató alkotókat el tudjuk szállásolni. Tehát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásodat, és elhoztad itt a művészetedet, és hát, mint mondtam, nyugodtan lehet majd tőle kérdezni Szabó Évától az ékszerekről, a képekről, és mindenkinek személyes tájékoztatást fogadni. Igen. Köszönöm szépen. És ugye akkor, hogy beszéljek egy pár szóban még. Egy pár szóban még akkor említem az előttünk álló napot is, ugye a szombati nap. Hát 9 órakor játszóházzal kezdünk, ugye a játszóházban van trambulin, ugrálóvár, családi programok egész nap. De ezen a játszóházon, ha jól tudom, akkor itt fognak bemutatkozni a Picinkék. Ja nem, ez egy kicsit később látom. Ez csak egy egyszerű kis játszóház lesz. Igen, figyelj. Szeretnék úgy beleszólni, de eddig csak az egyik barátom volt itt. Egyedül ő egy picinke. Még vagyunk ketten. A többiek most kóstolnak bele ebbe az életbe. Úgyhogy ők itt még ebben nincsenek nagyon otthon. Ma még, de már holnap valószínű, hogy benne lesznek, hiszen akkor, mint mondtuk, majd akkor betekintést nyernek ebbe a kiállításotokba. Tehát ugye a lényeg az, hogy 9 óra 30 perckor a Kodály Zoltán Mazsarek csoport tánc bemutatója 3 kategóriában fog következni. Nagy valószínűséggel itt ebben a teremben, ahol most ugye a közönség ott ül, a székeket majd arrébb visszük. Akik emlékeznek rá, azt hiszem tavaly évben már egyszer bemutatkoztak itt. Hát bámulatosan aranyosak voltak. Nem csak a picik, a nagyok is. Aztán 10 órakor Rónaki Lászlót fogjuk köszönteni, akár már most is, aki ugye itt szembe velem ül, és a Mecsek karszkutató csoportnak az örökös elnökségi, vagy az örökös elnöke, mert hogy ő már nyugdíjazta magát a barlangászatban is, na de annyira még nem ment nyugdíjba, hogy ne tudna alkotni. Annyira, hogy megjelent könyve éppen ma hoztam el a nyomdából. Tehát még annyira friss, hogy még csak 2 példány készült el, de már akár majd körbe lehet adni. Ugyanis holnapi napon Rónaki László Sárkányok pedig léteznek címmel
a gyermekeknek tart egy bemutatót, de a barlangok titkainak beszél a felnőtteknek is. Úgyhogy méghozzá a csoport 40 éves mérnökét fogja bemutatni. Nagyon érdekes lesz, talán emlékeznek, hogy ő is már tartott egy népfőiskolai előadást itt, és bizony-bizony szép számmal voltak erre a jelentkezők. Azután 11 órakor a Falun Dafa bemutatkozik ismét nekünk. Fehérvári Ilona, aki itt ül most közöttünk, ő a magyarországi, nyugodtan lehet egy kis tapsot neki adni. Ő a magyarországi Falun Dafa képviselője. Olyan magas fokon képviseli ezt a programot. Mondjuk azt, hogy ezt a szeretett áradatot, amit ugye kint Kínában üldöznek, hogy már-már a tavalyi filmvetítése során elszégyeltem magam. Mert hogy talán nem is tudjuk, hogy nekünk milyen jó dolgunk van itt. Annak ellenére, hogy vannak politikai sárdolábálások ide-oda, meg vannak nehézségek, de azt a háborút, amit ott úgy élnek meg, hogy bárkit, bármiért el lehet vinni, be lehet börtönözni, és bizony-bizony meg lehet hurcolni kőkeményen. Hát azt hiszem, hogy ezt majd ő holnap el fogja nekünk mondani. Tavaly itt már volt egyszer egy kiállítás megnyitva, ennek apropójából egy filmvetítés, és most viszont szintén egy hasonló dologra kerül sor, pici kis lótuszvirághajtogatással, tehát mint említettük, egy kis kézműves foglalkozással egybekötve fogja majd bemutatni ezt az egész mozgalmat. Aztán utána majd ebédelünk egy picit, reméljük, hogy addigra már lesz egy kis ebédünk is. 3 vagy 13 órakor pedig lehetőséget fognak kapni azok a címke programra érkező művészek, akik mondjuk nem Pécsről, hanem Pécshez képest vidékről érkeznek, akár a fővárosból, vagy bárhonnan, hogy bemutatkozzanak nekünk. Erre kétszer is lesz majd lehetőségünk a nap folyamán. Először 13 órakor. Meghallgassuk őket is, hiszen mi, mint mondtam, két hetente azért jelen vagyunk. Tehát az ő tudásuk, az ő művészetük azért nekünk nagyon hiányzik. Nem biztos, hogy mi úgy tudjuk tolmácsolni, ahogyan ők ezt elképzelték és megírták. Aztán 14 órakor Shi Hing, Várkonyi Patrik, Európa legfiatalabb kungfu mestere fog majd idejönni közénk, aki egy ilyen kimondhatatlan, különleges kungfu bemutatót fog tartani, ezért nem is kísérlem meg a kimondását, majd ő ezt biztos el fogja mondani. Érdekes lesz, mert hogy, mint mondtam, a legfiatalabb európai kungfu mester. Hát nem biztos, hogy én ki fogok állni vele párbajra, viszont majd szívesen meg fogom nézni, hogy miket mutat itt. És utána, mint ugye említettem, 14.30-kor a picinkebbek bemutatkoznak. Festészettel, rajzzal, Lego kiállítással, és lesz a báb előadás. Erre a báb előadásra a Pitypank bábcsoport fog érkezni. Talán jól ismerik, hiszen általában Mikulás napokon a keleti városrész 11 óvodája szokott ellátogatni hozzánk. Nagyjából 150-200 gyerek szokott itt lenni ezeken a báb előadásokon, mert fantasztikus jó műsorokat szoktak hozni. Na, ők szintén elérkeznek hozzánk. Azután egy családi vetélkedőre kerül majd sor, hogyha lesznek olyan bátrak azok a Pécshez tartozó települések, akik eljönnek. Ha nem lesznek olyan bátrak, mert ugye már hallottunk olyat is, hogy nem biztos, hogy kimernek állni velünk, nem mintha mi is olyan nagyon bátrak lennénk, de akkor majd itt, ha minden igaz, vagy 3 nagyon erős csapat, vagy 3 nagyon gyáva csapat csap össze. Ha ez nem sikerül nekünk, akkor viszont természetesen ezt is meg fogjuk tölteni tartalommal. És 16 órára van beírva ide a Divertiment Trio családi kamarazenekar kamarakoncertje. Ők is már voltak egyszer itt az Oligóházban, bámulatosan jó koncertet adtak. A családi együttesükhez révén, ugye kis létszámok, mégis igen-igen maga zenei fokon élnek, mert hogy többek közülük bizony-bizony a pécsi vonósok tagjai, vagy olyan együttesek tagjai, akik hát világhírűek. Aztán 17 órakor ismét a cinkéké lesz a főszerep. Sőt, ha jól tudom, akkor
erre a programra kérte Skorpió Kovács Péter és az ő kis bemutatkozását. Ami érdekessége, hogy emlékszem még a 2008-ban, amikor a Csészei tér teremben ott elszavarta a verseket, és elénekelte egy-két sanzont, amire ugye most is majd fog következni egy kis attrakció. Hát bizony-bizony, irigykedtem rá, mert hogy azt hiszem, hogy hölgyek tekintete olyan nagy szeretettel követte az ő járását, hogy azt hiszem, hogy ez nekem még nem volt meg. Tehát reméljük, hogy talán egyszer énekelnem kellene, vagy nem is tudom, mit kellene csinálnom, hogy meglegyen. Azután pedig 19 órára be van írva a Kási koncert. Ez a Kási koncert ugye talán ismerik, a Kásádác József milyen érdekessége, itt lakik tőlünk nem messze, itt légvonalban talán 2 kilométerrel lakik az Origo háztól. Egy olyan nagyszerű zenész, gitáros, aki több csapatot hozott már létre, több együttest hozott létre. Mostani zenéi megtalálhatók a YouTube-on, több forráson, és érdekes módon annyira megtetszett neki a Cinke program, hogy rendre ellátogat közénk. Ha nem is két hetente, de amikor ugye nem oktat gitár leckéket, akkor elhozza hozzánk az ő tudását, és bizony-bizony a versek között mindig hallgatunk tőlük egy kis zenét. Ha minden igaz, akkor most egy nagyobb zenekarral érkeznek, még nem tudom, hogy mekkorával, remélem, hogy egy igen komoly koncertet tudnak adni. De természetesen egész nap örömködés lesz, mint mondtam, programok lesznek több helyszínen, tehát vándorolhatunk majd teremről terembe, lesz majd utána, ezután egy kis, még egy kis jó dolog, karaoke, tánc, egy kis szabad foglalkozás, mindenki, amit majd szeretne. Aztán a végén lehetséges, de nem biztos, lesz egy olyan bátorságpróbaszerűség, tűzugrás. Ki merne átugrani, de már csak Parázs. Hogy a programban legyen valami izgalmas is, de azért több is nagyon izgalmas. Azt hiszem, hogy ifjabb Kisvarga István most elárult azt a titkot, amit nem akartam még bevonni a közönséget, mert minden áron azt akartam, hogy mindenki ugráljon a tűz körül, mint a kis bogárkák, de hát azért, hogy mi cinkék, hogy ezeket a bogárkákat mi leküzdjük magunkban. Tehát akkor mindenki nagyon-nagyon érezze jól magát. Most egy kis technikai szünetre elmegyünk, de csak azért, mert fölköltözünk a második emeletre. A technika az nagyjából egy 10 perces átpakolást lesz igénybe. Remélem, hogy mindenki élvezni fogja, hiszen itt van közöttünk Vörös Ferencné, Pécsi Babi festőművész, akinek a tárlata már ott fönt látható, és most ezt meghallgatjuk. Ennek a háziasszonya Várkonyi Judit lesz. Fogadják őt nagy szeretettel, őket nagy szeretettel. És hát akkor köszönjük Székely Imrétől is, aki még mindig Skype-on kísérte az eseményeket, és akkor esetleg várjuk a következő műsorszámoknál is. Köszönöm, és örülök nagyon, hogy ilyen gazdag program lesz, és sajnos nem tudok tovább a mai nap a műsorra maradni, mert itt már 8.22 van reggel, és 9 órára meg kell a stúdiómban lennem, és hát időbe telik, míg bejutok. Úgyhogy a feleségem már közben elment dolgozni. Úgyhogy sajnos, hogy Jennifer nem tudott bemutatkozni, és mert szaladt már el, és szeretettel üdvözölő is mindenkitől egy Fülöp-szigeti kis hölgy. Kedves Imre, köszönjük szépen, hogy velünk tartottad, hogy hivatalosan megnyitottnak tekintet a Cinkefészek Fesztivált. Remélem, hogy hamarosan találkozunk élőben is, akár mi megyünk oda, akár te jössz ide, vagy ti jöttök ide. Ha esetleg nekünk sikerül kimenni, akkor Isten bizony, nem ússzátok meg, hogy bemutassuk a mi irodalmi tudásunkat. Köszönjük nagy szépen, hogy velünk voltál ismét. De ha tudsz maradni, akkor, mint mondtam, ma holnap együtt lehetünk bátran. Úgyhogy többször is bekapcsolódhatsz az adásba. Igen, később. Jó, köszönöm. Szervusztok, viszontlátásra. Jó szervusztok. Valamásra.